Önök természetesen erre azt mondhatják, hogy de hát a háborús infláció. Ó, de hát a szankciós infláció, tényleg. Hogy az Úr Istenben van az, hogy Ukrajnában, ahol tényleg háború van, alacsonyabb az infláció, mint nálunk. Mondják már meg. Magyarországon nem háborús infláció van, hanem Orbán infláció. Annak a tehetetlenségnek, annak az elhibázott gazdaságpolitikának az eredménye, amely mögött önök álltak ott. Most nyilván szégyellik is magukat, én ezt megértem, van itt rá okuk. Orbán Viktor politikája és gazdaságpolitikája okozza azt, hogy az emberek vagyonának értéke ennyivel csökken, hogy 40% fölött van az élelmiszerinfláció, hogy miközben Románia ma jelenti be, hogy 10% az infláció, talán még 20% fölött van. Ha szankciós infláció lenne, akkor hogy a csodában van az, hogy a szankciók fővárosának országában, Belgiumban egy számjegy az infláció? Vagy csak nekünk pehünk van? Minket a bal sors üldöz? Nem, kérem szépen, valójában maguk üldözik az ország tisztességben és ennél jobb létben élni akaró túlnyomó többségét. Ez a maguk felelőssége, nem másé.